stíl, MS211-es típusú láncfűrész. A lényeg ennek a kis fejezetecskének, vagy ennek a kis apróságnak, hogy hoztak hozzám egy láncfűrészt, hogy ki kellene pucolni egy kicsit, át kéne nézni, mert nem megy. Aztán röviden, ugye megjelennek ilyenkor a felhasználók által használt, úgymond jelzők. Ugye az, hogy fórumokon nagyon sokszor elhangzik, hogy nekem 10 éve megvan a gép, és tökéletesen üzemel, stb. Na itt elhangzott ennél a láncfűrésznél, a tulajdonos elmondása szerint, hogy ez a láncfűrész már legalább 10 éve megvan, de körülbelül maximum 20 köbméter fa van benne. Na, hát az nagyon szerény mennyiség. De, hogy mennyire máshogy emlékezik a gazdája, nézzük meg, 2011-es. Ugye most 2017 van, akkor ez 6, de legjobb esetben is, hogyha most mit tudom én, januárban nézzük, akkor 2015 januárban, akkor 7 éves a legjobb esetben. Tehát ebben a láncfűrészben van 20 köbméter fa, de ez sem biztos, mert most ez hasraütve mondva, vagy pontos elemérve, lényegtelen. Az a lényeg, hogy azért került ide hozzám, mert ez a láncfűrész azt produkálta, hogy munka közben félre lett rakva, és akkor leállt. Tehát alacsony volt az alapjárat. Ez lehet attól is, hogy egy picit koszosabb volt a légszűrő, lehet, hogy egy kicsit régebbi volt a benzin, de az is lehet, hogy csak egyszerűen fázott a gép, hideg volt neki. A tulajdonosa gondolta, állít alapjáratot. Hát most akkor most jön az a rész, ahol amit így ki szeretnék nektek vesézni. Ugye vannak láncfűrészek, amiken állítható a karburátor. Az úri ember gondolta, állít az alapjáraton, rátekert az L csavarra. Akkor nem változott az alapjárat, rosszabb lett. Akkor rátekert a H csavarra, a hátsóra. Akkor szintén, ugye akkor már valószínűleg el sem indult, mert az L-t eltekerte. A lényegtelen, azt mondta, hogy az L ahhoz nem nyúl, mert szerinte az ahhoz nem szabad hozzányúlni. Na, tehát itt vannak az alapvető ismereteknek a hiányai, hogy mit miért tekerünk, de tekerünk. Nos, én utána megnéztem, hát az L, ugye itt van gyárilag, írja, hogy az L-et az egyre kell tekerni, egy fordulatra, a hát meg 3/4-re. Az azt jelenti, hogy betekerjük koppanásig, ütközésig a csavart, és annyit tekerjük ki, mennyit előírnak neki. Na, az L-et, tehát az L, az a belső, mindig a hengerhez közelebbi az L. Ezt az úriember 3-ra kitekerte. Tehát 3 teljes fordulatra. Az azt jelenti, hogy okátta vele az üzemanyagot, persze, hogy nem indult el. A hát pedig a 3/4 helyett kevesebb, mint félig volt kitekerve. Tehát ez meg azt jelenti, hogy el volt soványítva a keverék. Tehát ha beindult volna, akkor valószínűleg hosszú távon, vagy lehet, hogy rövid távon már károsodott volna a motor. Tehát ezért nem szabad ezeket eltekergetni. Na majd én ezt a gépet most szépen, mivel a tulajdonos elmondása szerint már 10 éves, persze nem annyi, de mivel ez még nem volt úgy különösebben átnézve, beállítgatva, letakarítva. Jó, nagyjából persze le van takarítva, hogy átlag felhasználó letakarítja. Én ezt most letakarítom. Kap egy gyertyacserét. Meg az elmondás alapján a légszűrő mindig takarítva van, az igaz is, de én még ezt is talán tudom úgymond tisztábra takarítani, mert majd féktisztító sprével befolyom, és úgy folyatom ki kompresszorral. Mindegy, a lényeg az, hogy ezt az eleve jó karban lévő, alig használt láncfűrészt egy kicsit felfrissítjük. Tehát végülis ezt akartam elmondani, hogy láncfűrésznek az élettartamát, meg az, hogy mennyit használták, azt nem abba kell mérni, hogy hány éves. Meg tényleg emlékezhetünk akár rosszul is, mert odaírom bizonyításképpen, hogy az én fűrészem bezzeg megvan 10 éve, és hibátlan. Hát ez se 10 éves, ugye? És nem hibátlan, mert el van tekergetve. Tehát a lényeg itt az én véleményem szerint egy láncfűrész, meg általában minden gépet, mint ahogy az autókat se korba mérik, hanem hogy megtett kilométerekbe. A kor az csak akkor számít, hogyha szétrozsdásodik a kaszni. De egy gép esetében az üzemóra, ami fontos. Tehát most egy hobbi gép, az meg lehet 20 évig is, úgyhogy hozzá se kell nagyon nyúlni, mert olyan apránként van használva, olyan kis intervallumokban. Míg egy professzionális gépet, amit reggeltől estig, vagy reggeltől délutánig az erdőn dolgoznak, az többet dolgozik egy nap, mint mondjuk egy ilyen gép, az idézőjelben téve 10 év alatt. Hát erre akartam kiukadni. Na jó, majd kitakarítom, átnézem, és akkor beállítom a karburátort, és akkor csinálok egy próbavágást. Ja persze, meg megélezem. Szóval, a gép kitakarítva, átnézve, letakarítva. Aztán rájöttem, hogy élezni nem kell, mert hogy ezen a
kemény lapkás lánc van, amit otthoni eszközökkel nem igazán lehet élezni. Beállítottam a karburátorát, ugye az itt feltüntetett egységekre, tehát az elcsavart egy, a hát három négyre. Egy nagyon picit tekertem az alapjáraton befelé, hogy magasabb alapjárattal induljon, mert lehet, hogy ez tényleg alacsony. És akkor a szokásos idegindítási folyamattal meg fogjuk nézni. Be kell akasztani a gázt, szivató. Hagyjuk, hogy bemelegszik és megnézzük, de indul. Tehát a beállítás azért az... Milyen jó a háttérben ez. Azért elnézést kérek a nézőktől, ugye három kutyánk van.